Hamarosan elárverezik a legnagyobb Pablo Neruda magángyűjteményt, amelyet előbb kiállítottak Barcelonában. A kollekcióból többek közt a Nobel-díjas csilei költők kéziratai, könyvei, dedikált fényképei, személyes levelei is megtekinthetők. A gyűjtemény tulajdonosa, a Santiago Vivánkó bortervelő szerint a legkülönlegesebb értéket talán Neruda barátaival folytatott levelezése, vagy a családtagjai körében készített fényképek képviselik. Ezek mesélik el Pábló sorok közti történetét. Elmondja, ha beteg, vagy ha problémája van a lányaival, a feleségével. A kiállításon ez mind megtekinthető, mondja a gyűjtő. A 603 darabból álló gyűjtemény Barcelonában március 19-én egy tételben árverezik el. A kikiáltási jár 650 ezer euró.